Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, azokat, akik jelen vannak, és azokat is, akik az internet útján követik ezt az előadást. Egy olyan témáról lesz szó, amely méltatlanul nem kap nyilvánosságot, holott rendkívül fontos, és például azok, akik most megszervedett spontán módon tüntetnek, ha fogalmuk lenne azokról a kérdésekről, amelyekről itt szó lesz, akkor meggyőződésem, hogy kétszer is meggondolják, hogy őket olyan színpadi játékhoz használják szereplőnek, ahol a főszereplők gondosan eltitkolják magukat. A mai téma címe az, hogy a transzatlanti integráció és hatása a magyar pénzügyi rendszerre, a pénzügyi viszonyokra. Ez azért rendkívül, én nem akarom elvenni a kenyerét az előadónak, csak egyetlen egy mondatot hozzá, hogy itt készül a szervezet magánhatalomnak a totális hatalomátvétele, és a leggyalázatosabb módon mindent letitkosítottak. Semmilyen adathoz nem lehet hozzáférni. És hogyha valaki mégis olyan alapon információkhoz jut, hogy kiszivárogtatás, vagy a korábban kudarca jutott tárgyalások témáit nézi, és az, hogy azok miért futottak zátonyra, akkor elrökönyödik azon a pofátlanságon, ahogy ez a szervezett magánhatalom követeli magának az utolsó morzsáját is a demokratikus önrendelkezésnek, a világ népeitől. Itt most én leállok, mert a konkrét, az előadást vezér Szörényi László fogja megtartani, aki már őt ismeri, annak nem kell bemutatni, de gondolom vannak olyanok, akik nem ismerik őt, hiszen nagyon sokat élt külföldön. Az egyetemet is német nyelvterületen végezte, és azóta is hosszú-hosszú éveket dolgozott német nyelvterületen, tehát Németországban, Ausztriában, Svájcban. Tehát ő sok időt nem töltött itthon. De akik ismerik, azok tudják róla, hogy gyakorlatból is, de elméletből is az egyik legvilágosabban gondolkodó ember ma Magyarországon a világ pénzügyi viszonyait illetően. Tehát egy olyan szakembert hallunk, aki elméletileg is felkészült, de a gyakorlatot is jól ismeri. Én most felkérem vezér Szörényi Lászlót, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit, aki megjelent, illetve aki interneten nézi az előadásunkat. Szeretném azonnal megkezdeni. Az előadásom címe a transzatlanti szabadkereskedelmi és befektetési megállapodás, valamint hatása Magyarország pénzügyeire. Én az egész előadást csak egyetlen egy szempontból szeretném vizsgálni, mégpedig a pénzügyi hatásait, ugyanis ez a szerződés rendkívül sokrétű, úgy, mint az ipari szabványok területén, a környezetvédelem, a gazdaság és rengeteg állami és kormányprojektet érint, de mindezt én most háttérbe szorítanám egyetlen egy is a legfontosabb része miatt, a pénzügyi hatása. Egy kicsit vissza kell szaladnunk a történelemben, hogy miért is alakult ez ki, illetve miért is jött létre ez a megállapodás az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Tudva levő, hogy az euró helyzete nem éppen a legrózsásabb volt a 2008-as válság után. Mindenki számára világos, hogy ez az
ez Európa devizája nagyon komoly problémákkal küzdött, és még most is küzd. Érdemes itt megjegyezni Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök szavait, aki 2010-ben úgy jellemezte az eurót, hogy a helyzete egyszerűen szánalmas. Tulajdonképpen ez volt a kiindulási alap, hogy mindenki azt szerette volna tudni, hogy valóban mikor dől be, mikor várható az eurónak a esetleg az eurozónának az összeomlása. Nagyon-nagyon komoly problémák voltak, és ennek az euró agóniának a legnagyobb mérföldkövei Görögország, illetve Ciprus volt 2011, illetve 2013-ban. Ugyanez természetesen a mi devizánkra, a forintra is igaz, ugyanis a mi devizánk sem más, az euróhoz van kapcsolva, azzal a különbséggel, hogy van egy 2-2,5%-os felár a jelenlegi euró kamatlábhoz képest. Na most ezt a katasztrófa, ennek az európai közös devizának a katasztrofálisan rossz konstrukciója miatt nem képes működni. Létezik ugyanis egy közös jegybank, és mellette pedig az összes államnak egy kaotikus és átláthatatlan nemzeti monetáris és fiskális rendszere. A fejlett központi ipari országok és a fejletlen periféria országok együtt működésképtelennek bizonyultak, és permanensé vált az Európai Unión belüli pénzügyi válság egészen 2013-ig. Ezt a tényt természetesen az Atlanti-óceán másik oldalán is észrevették, és még mielőtt az euró végleg bedőlt volna, tálcán kínáltak egy megoldást, ez pedig a transatlanti szabadkereskedelmi és befektetési megállapodás keretében. Amit mindenképpen meg kell említenünk, Barack Obama elnök kezdeményezte 2013. februárjában ezt a bizonyos széleskörű szabadkereskedelmi megállapodást, amit nem sokkal később José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnökével közös nyilatkozatban meg is erősítettek és alá is írtak. A szabadkereskedelmi megállapodás egy olyan intézményt jelent, amelyik megszünteti a vámokat, az importkvótát, és az egymás közötti kereskedelmi termékek és szolgáltatások közti preferenciákat. A szabadkereskedelmi egyezményt aláíró országok egy szabadkereskedelmi övezetet alkotnak, ugyanakkor nincs meghatározott közös külső vám és kvóta rendszerük. Tulajdonképpen itt a kérdés az, hogy miről is lenne szó, és hogy mit jelent ez Európa, de főleg Magyarország számára. Először is el kell oszlatnunk egy fogalmi zavart. Sokan arra gondolnak, hogy itt egy klasszikus vámunió jönne létre, olyan, mint például az Egyesült Államok és Kanada között. De itt most alapvetően másról van szó. Eddig is már gyakorlatilag surlódásmentesen cserélődtek ki a javak a két kontinens között, mindössze 3%-uk volt valamilyen szinten vám, illetve járulék köteles. Tehát itt a lényege az, hogy nem csupán országok közötti megállapodásról lenne szó, hanem egy közös gazdasági unió létrehozásáról. Gazdasági és pénzügyi szempontból az Egyesült Államok és az Európai Unió egyesülnének. És mit jelent ez gyakorlatban? Tételezzük fel, hogy van egy finn cég, ugye az Európai Unióban van, amelyik török eredetű alapanyagból, ukrán beszállítókkal, litván végszereléssel az áruját belföldi áruként kínálhatja az Egyesült Államokban. Tehát sokkal mélyrehatóbb együttműködésről lenne szó, mint az első hallásra tűnik. Ahhoz, hogy mindez működhessen, természetesen rengeteg akadályt kell elhárítani, különben ez a megállapodás csak egy illúzió marad. Nem is sorolom fel, de annyi területe van, amit külön kellene szabályozni, hogy
nem is érdemes most a pénzügyi szempontból ezzel foglalkozni. Jelen esetben azonban nem a áruk és szolgáltatások transferjére szeretnék koncentrálni, és nem is a problémák megoldására, hanem egy ennél sokkal fontosabb dologra. A szabadkereskedelmi megállapodás pozitív csengése mögött halkan, de elhangzik a lényeg. Egymás pénzpiacaihoz való korlátlan hozzáférés megteremtése. Tehát a tőke szabad és korlátlan transzkontinentális áramlása. De ez most csak kizárólag a pénzügyi szempontból. Most ugye egyszer már említettem, hogy az euró helyzete nem jó, szánalmas, és el is fogom mondani, hogy tulajdonképpen miért nem dőlt be eddig, mint ahogy az várható volt 2012-2013 folyamán. Még egyelőre kivárják, amíg a transatlanti paktum, illetve szabadkereskedelmi megállapodás létre nem jön, aztán már jó esély van arra, hogy akár az euró, akár a dollár bedőljön, de addigra már a két ország gyakorlatilag, vagy két földrész már egyesülni fog. Az euró nagyon rossz állapotban volt. Elsősorban a görög és spanyol állampapírokkal volt probléma, és egy érdekes, az úgynevezett drági féle effektussal sikerült fenntartani az eurónak a jelenlegi árfolyamát. Addig is 4 éven keresztül csak úgynevezett lélegeztetőgépen, tehát mesterségesen tudták fenntartani, azonban amikor mindenki, minden bank menekült volna a görög, a portugál, a spanyol, az olasz állampapíroktól, egy új elnök került az Európai Központi Bank élére, Mario Draghi. Ő 2011. novemberében lett elnök, és egy olyan ígéretet tett a befektetők, illetve hát a spekulánsok felé, ezek alatt a bankokat kell érni, elsősorban francia, német, olasz és spanyol bankokat. Tehát egy olyan ígéretet tett a spekulánsok felé, hogy az Európai Központi Bank szavatolni fogja minden körülmények között a görög, a spanyol, az orosz kincstárjegy, kincstárjegyek visszafizetését. Ebből e célból leszállították az úgynevezett refinanszírozási kamatot. Ez nagyon fontos dolog, mert refinanszírozási kamat alatt értjük azt, amivel az Európai Központi Bank gyakorlatilag a pénzt teremti. Tehát ez a legfontosabb, a pénzteremtésnek a legfontosabb gátja, ugye a magas kamat, ezt gyakorlatilag levitte nullára, sőt a betéti kamatokat levitte mínusz 0,2%-ra, ami egy negatív kamatot jelent. Ez az Európai Unió történetében még nem fordult elő. Tehát gyakorlatilag azokat az összegeket, amik elúsztak volna a befektetőknél, azokat az Európai Központi Bank pénzteremtésen keresztül megfinanszírozta. Tehát féktelenül óriási pénzmennyiséget bocsátott az Európai Unióban egy úgynevezett pénzbuborékot a befektetők számára, ami jelenleg még tartható, de egyszer valamikor ki fog pukkadni. A számítás bevált, a spekulánsok felvásárolták az igen magas kamatozású görög állampapírokat, és így elkerülhetővé vált az euró bedőlése. A drági effektus még ma is tart, és magas szinten tartja a tőzsdei indexeket egész Európában. De most kanyarodjunk vissza a szabadkereskedelmi megállapodás világpolitikai jelentőségére. Annak tanúi vagyunk, hogy jelenleg egy hárompólusú világ alakul ki. A régi egypólusú, az Egyesült Államok, illetve az Egyesült Királyság által uralt
világrendszer most épp átalakulóban van, egy hárompólusúvá, ahol az egyik pólus az Egyesült Államok lenne, a másik pólus Oroszország, illetve az általa létrehozott Eurázsiai Unió, a harmadik pedig Kína lenne. Tulajdonképpen a harc most köztük Európáért folyik. Ennek az aktuális politikai következménye, amit Ukrajnában látunk, ez is ennek a harcnak, ennek a kiméletlen háborúnak az egyik megjelenési formája. A háború most is zajlik, de csak pénzügyi eszközökkel, pénzügyi politikai, Ukrajnában már katonai eszközökkel is. A tét az Európai Unió ki fogja uralni. Nagyon úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok lesz a nyertes, olyan hatalmi struktúrákat épített ki időközben az Egyesült Államok, illetve a mögötte álló szervezett magánhatalom, amivel szemben az Eurázsiai Unió egyelőre háttérbe szorult. Láthatjuk ezt is a tegnap, illetve tegnap előtt bejelentett déli áramlat felfüggesztése okán is. Tehát Magyarország most éppen egy ütközőfelülete a hárompólusú világrendszer, illetve a két világrendszer között. A kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk úgy túlélni, hogy nálunk ne legyen háború, ne omoljon össze a pénzügyi rendszerünk, de főleg ne legyünk gyarmata ennek az új rendszernek. Ugyanis, ha létrejönne ez a megállapodás, akkor senki előtt sem lenne kétséges, illetve nem lehet kétséges, hogy az euró a dollárral szemben pillanatok alatt elvérezne. Amennyiben a két rendszert összekapcsolják, egyáltalán euróra nem is lenne szükség, mert a dollár jelenleg így is a világvezető devizája. Az összes tranzakció több mint 60%-át dollárban számolják el, míg euróban alig 25%-át. Tehát a dollár erejével szemben bármely más deviza esélytelen, és csak idő kérdése, hogy egy ilyen létrejövő transatlanti uniónál, mert most már nyugodtan használom azt a szót, hogy unió, hogy mikor vezetik ki az eurót, illetve mikor vezetik be helyette vagy a dollárt, vagy pedig, ami sokkal valószínűbb, egy közösnek nevezett devizát. Amennyiben ez megvalósulna, akkor az Európai Unió az Egyesült Államok gazdasági, az amerikai jegybank szerepét betöltő magánbank, a Federal Reserve monetáris gyarmatává válna. Tehát itt a mi monetáris gyarmatosításunk a kérdés. Na most ennek elkerülésére és a lehetséges megoldásaira azért később szeretnék még visszatérni. Azt is meg kell néznünk azt a kérdést, hogy mi lenne akkor, hogyha nem ez mind nem valósulna, illetve nem következne be. Ugye ugrásra készen ott áll a másik két gazdasági hatalom, Kína és az Eurázsiai Unió, ami jövő év január 1-től indul. Az Eurázsiai Gazdasági Uniót Oroszország irányításával az Európai Unió mintájára, illetve annak elődjének a mintájára alakították ki. A harc tehát azért megy, hogy az Eurázsiai Unió hány országot tud, illetve akár egész Európából hány országot tud bevonni, illetve az Egyesült Államok hány országot tud megtartani magának az Európai Unióból. Ez a kérdés. Tehát megindult a harc Európába, Európáért, és a jelenlegi állás szerint az Egyesült Államok lesz a nyertes, lásd Ukrajna. Képes volt ott egy olyan háborút kirobbantani, ami az orosz érdekeltségű Janukovics kormányt elkergette, és helyette egy atlantista kormányt helyezett pozícióba.
Tehát Magyarország néhány hasonló közép-európai országgal pont ütköző felülete a gazdasági nagyhatalmaknak. Ennek akár haszonélvezője is lehetünk akkor, hogyha okos politikát folytat a magyar kormány. Amennyiben tisztában van azzal, hogy a jelenlegi európai pénzügyi rendszer kevés nyertesre és sok vesztesre osztja az Európai Unió országait, akkor azzal is tisztában kell lennie, hogy maga a rendszer kiterjesztése az Egyesült Államok Európai Unió gazdasági megállapodásával még inkább rontaná gazdasági és vele együtt pénzügyi esélyeinket. Mi magyarok ebben az esetben mindenképpen a vesztesek vagy a fő vesztesek közé kerülnénk. Most ennek elkerülésére az egyik megoldás a monetáris függetlenségünk legalábbis részbeni fenntartása, azaz a forintot továbbra is meg kell tartanunk, és a forint mellett nyugodtan használhatnánk akár dollárt, akár a leendő közös európai-amerikai devizát, sőt, mi több, most jön az érdekes, használhatjuk nyugodtan a keleti gazdasági hatalmak devizáit is. Na most annak fényében, hogy a déli áramlat nem épül meg, amin feltehetőleg orosz rubelben kellett volna fizetnünk a gázért. Ez a kijelentésem a tegnap előtti naptól már bizonytalanná válik. Nem tudom, mit fog hozni a jövő, hogyan fogunk a jövőben, a következő 5 évben energiához jutni, de ha nem tudunk orosz gázhoz és orosz olajhoz jutni, akkor biztosan amerikai cseppfolyós gázt kell vásárolnunk, mégpedig dollárért, nem pedig orosz rubelért. Ezért úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy ez a verseny eldőlni látszik az Egyesült Államok javára. Van azonban még egy megoldás, és ez még több sikerrel kecsegtetne. Ha ugyanezt a stratégiát, amit mondtam, ugyanezt a monetáris stratégiát a visegrádi négyek, azaz Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország együtt összehangoltan valósítaná meg, akkor kihasználva helyzetünket az EU-n belül a második legnagyobb gazdasági tömörülésként ellensúlyozhatnánk Németország jelenlegi domináns szerepét. Mi több, ennél sokkal többet is tehetnénk azzal, hogyha egy közös pénzügyi alapot létrehoznánk velük együtt, amely épül tartalmazna a tagországok saját nemzeti devizáját, még előnybe is kerülhetünk a következetesen egydevizás rendszert használó régiókkal szemben. Tehát elképzelhető, hogy nem biztos, hogy Magyarország számára rossz lenne ez a szerződés, de csak akkor, ha ki tudjuk használni azt is, hogy a másik gazdasági szervezetnek is valamilyen szinten tagjai lennénk. Ez már a nagy politika, amit nem lehet jelenleg megjósolni, ez már erre Magyarországnak már nagyon kevés a rálátása, illetve a mi rálátásunk. Ez a következő 4 hónapban viszont biztosan el fog dőlni. A tennivalók tehát a következőek lennének. Saját nemzeti deviza megtartása, közös pénzügyi alap létrehozása a visegrádi négyekkel, lehet, hogy el kellene fogadnunk a megállapodást, de nem szabad mellette elfogadni a kizárólagosságot. És a legfontosabb, hogy egy vegyes devizarendszer működtetése. Könnyen belátható, hogyha egy közös alapban a cseh korona, a lengyel zloty, a magyar forint, esetleg a szlovákok eurója kerülne, a spekulánsoknak sokkal nehezebb dolguk lenne nyomás alá helyezni bármely nemzeti devizát. Egyszerre 3 vagy 4 devizát szinte lehetetlen bedönteni, amiatt a rendszer stabil, gyakorlatilag kikezdhetetlen lenne. Magyarország számára jelentősen csökkenne ez esetben a pénzügyi pénzpiaci kiszolgáltatottság, és végre elindulhat egy stabil, hosszú távon biztosított fejlődés. Végül is megállapíthatjuk azt, hogy Európa monetáris gyarmatosítása valószínűleg meg fog történni. De mi magyarok ebből legalábbis részben kimaradhatunk.
Csak egy nagyon okos politikai előrelátáson múlik, hogy most végre kiszabadulunk ebből az évszázados pénzügyi békjogból, vagy ellenkező esetben végleg más hatalma pénzügyi gyarmatává válunk. És ennél a pontnál meg kell említenem, hogy minden magyarnak fel kell végre mérnie, hogy jelenleg ezt a kormányt, amely nemzetileg elkötelezett, kívülről meg akarják buktatni. Ez napnál is világosabb. Nem szabad engedni, hogy ez bekövetkezzen, és helyette egy atlantista kormány kerüljön hatalomra, épp úgy, mint Ukrajnában. Ezt minden erőnkkel meg kell akadályoznunk, és lehetőleg olyan nemzettársainkat, akik hajlamosak lennének kimenni, tüntetni, attól visszatartani őket lebeszélni. Ami a következő 4-5 hónapban el fog dőlni, nyilvánvaló, hogy a következő 20-30 év gazdasági érdekszféráját fogja véglegesen meghatározni. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek a hárompólusú világrendszernek most már csak egy kérdése van, hogy ki fogja Európát pénzügyileg gyarmatosítani. Kérdés ugye, mint látjuk, már most eldőlni látszik, és ebből csak az előbb említett tennivalókkal, illetve intézkedésekkel lehet legalábbis részben kimaradni. Amennyiben nem tudjuk ezt megvalósítani, akkor újra készülhetünk az újabb pénzügyi, gazdasági szabadságharcunkra. Köszönöm szépen a figyelmet, előadásom ennyi volt. Tehát a világ egy olyan döntő szakaszba jutott, amikor az illetékes döntéshozók, mondjuk így, hogy Washingtonban, de hát Washington ez egy tág fogalom, konkrétan a szervezett magánhatalom olyan felső szintjéről van szó, mint a pénzhatalmi világelit. Tehát amikor a pénzhatalmi világelit eldöntötte azt, hogy dűlőre viszi az új világrendnek a létrehozását, mégpedig azért, mert így tudja csak az összeomlás szélére került dollárrendszert megtartani. Ezért döntött úgy, hogy létrehozza a világ legnagyobb szabadkereskedelmi zónáját. Mert jelenleg több övezet van, de ilyen nagy, mint az Egyesült Államok és az Európai Unió összekapcsolása, ilyen nincs. Ez egyértelműen a világ eddig, a világ történelemben eddig létezett legnagyobb szabadkereskedelmi zóna lenne. És ebben a szabadkereskedelmi zónában egyértelműen biztosítva lenne ugye a dollár fölénye, mert az Egyesült Államok és a pénzhatalmi világelitnek a kedvező helyzete mindig onnan fakadt, hogy egyedül neki volt lehetősége a világpénzt, ami egyben neki nemzeti valuta, korlátlan mennyiségben előállítani, és most is láthattuk a kvantitatív fizika 1, 2, 3, 4-ben, hogy öntötte a fedezetlen pénzt, ugye az amerikai és így a világpénzrendszerbe. Na most ilyen körülmények között természetesen az a Európai Unió, amely eddig se volt független, mert nincs saját hadserege, és Európa, amelynek nincs saját hadserege, annak nincs saját külpolitikája, annak tulajdonképpen igazán saját gazdaságpolitikája sincs, amit teljesen függetlennek lehetne nevezni, és hát ebbe bele tartozik ugye a pénzpolitika is. Tehát Európának a legyarmatosítása,
a pénzhatalmi világelit által uralt és lényegében a belpolitikai légzők, az Egyesült Államok is le van gyarmatosítva, mert létezik egy olyan pénzviszonyokon alapuló viszonylag jól elrejtett birodalom, amely valójában a világ uralomnak a igénylője a maga számára. Na most ilyen körülmények között, ha közelebbről megnézzük azt, amiről beszélt László, akkor látjuk, hogy itt nem egyszerűen csak egy megállapodásról van szó, amiben sok jó is lehet, de hogyha látjuk, hogy itt nem csak egy megállapodásról van szó, hanem hogyha a naftát is beleszámoljuk, akkor négyről. Mert ugye a nafta, ez a TIP vagy TTIP, az ISDS és a TAFTA. Tehát ezek az angol akronimeket mondtam. De ezek mind lényegében olyan megállapodások, amelyeknek az a lényege, hogy a szervezet magáhatalom teljes mértékben át akarja venni a hatalmat a nemzetállamoktól, a közhatalomtól. Na most, hogy ez mennyire így van, a négyből most egyet, hát ugye a naftát gyakorlatból ismerjük, annak ugye az a North American Free Trade Organization, tehát Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Szervezetnek illetve zóna vagy szervezetnek az elnevezése. Ez tulajdonképpen katasztrofális volt bármely országból nézve. Ez nem volt jó Kanadának, nem volt jó az Egyesült Államoknak, és nem volt jó Mexikónak sem. Na most, ezt akarja, egy ehhez hasonlót akar Európával kapcsolatosan. De ahol leginkább elárulja, hogy mi az igazi célja, az tulajdonképpen annál van, amit úgy rövidítenek, hogy ISDS, vagyis Investor State Dispute Settlement. Ez lényegében a korrupt zsarolás módszere a szabályozók szabályozásával. Arról van szó, hogy az egyes nagyvállalatok beperelhetik a szuverén államokat, idézőjelben szuverén államokat, és például követelhetik azt, hogy ne merje például, ez egy konkrét, Egyiptom ne merje például ugye felemelni a minimális munkabért, mert akkor X multinacionális cégnek veszteségei lesznek. Vagy különböző országok ne merjék azt tenni, hogy a genetikailag módosított különböző növényeket azt betiltják, mert azzal XY cégnek hátrányai vannak, és ezért beperelik az illető államot privát cégek, tehát a közhatalmat képviselő államot, egy magánérdeket, hogy az a közhatalom hozzá van kötve a közérdekhez, a közjóhoz. Kötelezettségei vannak. Ilyen kötelezettségei a magánhatalomnak nincs. Az a magán érdekét gátlástalanul érvényesíteti. Egyetlen gát van, hogyha erőbe ütközik. Na most itt arról van szó, hogy bepereli, de hol pereli be? Valamilyen nemzetközi bíróságnál? Nem. Hanem kialakultak, most már létrejöttek olyan privát vállalkozások, ahol megfelelő képzettségű jogászokból választanak egy három főből álló döntő, nemzetközi döntőbíróságot, és ez a döntőbíróság dönt. Na most, hát közismert az az állítás, hogy mondd meg, hogy ki finanszíroz, és én megmondom a véleményed. Kötsünk egy biznisz. Te megmondod, ki adja a pénzt, én meg megmondom, hogy mi lesz a véleménye. Na hát ez körülbelül így működik. Mert ezeket
A korpora, ezek is már korporációba tömörültek. Tehát ezeket a, hogy úgy mondjam, multinacionális jogi cégeket, akik majd adják a szakértelmet, és akikből kikerülnek majd ezek a döntőbírák, ezeknek a döntése ellen nem lehet sehová fellebbezni. Vagyis tényleg arról van szó, hogy ez, én kimondom így, én már nem teszek lakatot a száj. Ez a sátánista, gonosz, önző szervezet, magánhatalom, ez félrerúgva mindent követeli magának pofátlanul a teljes és korlátlan hatalmat 100 és 100 millió felett. Mert az nem érdekel itt senkit, hogy a korporációk ilyen-olyan profitjának a ilyen-olyan százalékban való növekedésének hány millió ember, hány százmillió ember lesz az áldozata, az itt senkit nem érdekel. Tehát annak vagyunk a szemtanúi, hogy folyik a nyílt hatalomátvétel. És ennek a részét képezi, természetesen ennek a részét képezi az a például az ISIS, amelyekről már tudjuk, hogy a NATO hozta létre, és az ISIS-nek az összes hatáponala Törökországon keresztül megy. És ha ezek a hatáponalak naponta 1000 nagyságrendben teherautók nem mennének Törökországon át Szíria-Irak, akkor ezek nem is lennének. Vagyis itt is tulajdonképpen az ISIS meg a Szíria mögött is egy olyan háború folyik, aminek az a lényege, ezt nem régóta tudjuk, hogy Törökországon van mennek át az ISIS-nek a hatávonalai, ezt nem régóta tudjuk, és kiderítette ki. Kiderített, németek. A német titkosszolgálat és a Deutsche Welle készített róla műsor. De egy nagyon jól dokumentált, komoly műsor készített a Deutsche Welle róla. Tehát megmondtam a forrást. Úgyhogy az, amit színjátékot üznek, az arról szól, hogy a dollárrendszer pontosan a felhígítása miatt az összeomlás szélére jutott. Akkor lehet stabilizálni, ha a szervezett magánhatalom és az azt irányító pénzhatalmi világelit az ellenőrzése alá tudja venni azokat az erőforrásokat, teljesen a közel-keleti, amiben bizony az iráni erőforrások is beletartoznak, de Irán ellen Szírián keresztül vezet az út, ugye? És eddig Oroszország volt, aki tulajdonképpen ezt megakadályozta. És innen van Törökországnak is ugye a kétértelmű magatartása. Miközben ugye NATO támaszpontja van, kéri a felvételét az Eurázsia Unióba, de jelentkezett még az OSCE-be is. Tehát ami megfelel mondjuk annak a katonai szervezetének. Tehát itt arról van szó, hogy beindult egy olyan világszintű offenzíva, amelynek azonban nem is Oroszország a végső célja, hanem Kína. Mert az igazi rivális a világhatalom elsőbségére Kína. De Kínát is csak úgy lehet megszorongatni, ha Oroszországot is ellenőrzés alá veszik. És ugye Oroszország ellenőrzés alá vételére eszelték ki a kínai, illetve az ukrajnai államcsint. Gondolták, hogy egy füst alatt megszerzik Ukrajnát, meg még az orosz haditengerészeti támaszpontot is, és valamilyen 10 milliárd dollárt már szétosztottak Oroszországba az áll civil szervezeteknek. Ki tudja, hogy Magyarországon az itt működő áll civil szervezeteknek kik és mennyit osztottak szét, de speciál Kijevben tudjuk, és a legközelebbi leleplezőben, mely
11-én jelenik meg, pontosan benne van, hogy egy hétre kik, hogyan, milyen elosztásba, ezt én ukrajnai szakértőktől szereztem ezt az adatot, tehát dokumentálva van, hetente 20 millió dollárt osztottak szét. A szétosztásban kulcs szerepe volt a kievi amerikai nagykövetnek, akinek viszont tudjuk, hogy a Lady Fagdi EU a főnöke, mint hogy Lady Fagdi EU a főnöke, majd az itteni amerikai nagykövetnek is, aki ide jön. Tudják ki a Lady Fagdi EU? Nem tudják? Hát én nevezem Lady Fagdi EU-nak, mert ugye amikor a amerikai nagykövettel beszélt, ez egy amerikai külügyminiszter helyettesnő, úgy hívják, hogy Victoria Nuland. A telefon beszélgetését lehallgatták oroszok, és rátették az internetre, én magam is leszettem, nekem is megvan. Tehát többször végighallgattam. Nem lehet, a hitelességéhez nem fér kétség, ott vannak a hangok, minden. Itt arról van szó, hogy ugye február 21-én három külügyminiszter egy nemzetközi megállapodást írt alá Kijevben, amiben részt vettek a lázadásnak a vezetőnye, a Jacánik, a Turcsinova, a mostani kijevi, a Vitári Klitschko, ezek mind ott részt vettek, és az Oroszországot is képvisel, az is részt vett. Akik ott részt vettek, az a Radoszláv Szikorszki volt, akkor lengyel külügyminiszter, most a Varsói Parlament elnöke, Frank-Walter Steinmeier, a német külügyminiszter, és a Roland Fabius, a francia külügyminiszter, ezek megállapodást, egy nemzetközi megállapodást kötöttek. De ez nem tetszett Washingtonban annak a pénzhatalmi világelitnek, amely már elhatározta, hogy Ukrajnát azt tulajdonképpen Európával együtt legyarmatosítja. És beszélt az amerikai nagykövettel, és a nagykövet mikor mondta, hogy ki legyen a miniszternök, blö-blö-blö, de hát még Janukovics ott van a helyen. És ekkor zajlott le, hogy azt mondta a külügyminiszter, a kijevi amerikai nagykövetek, hogy ne törődj azzal, hogy az Európai Unió mibe állapodott meg. De hát nem így mondta, hanem úgy mondta, hogy én idéztem. Hát most én nem fordítom le. Fagdi EU. Na, tessék megnézni a szótárban, mit jelent. Tehát ez volt az utasítás, hogy ne törődj az Európai Unióval, ne törődj, hogy a külügyminiszterek mit írtak alá. Csináld, amit mondom. És ugye mi volt? Bevetették a NATO által kiképzett terroristákat, azok gyilkolták egyszerre a biztonsági erőket és a tüntetőket, lényegében 100 felett megöltek embereket, rákelték a Janukovicsra, annak menekülnie kellett, és lényegében egy véres NATO puccsal átvették a hatalmat. Ezzel tisztában kellene. De ez ugye nem Ukrajna volt itt a fő célpont, hanem Oroszország, és Oroszországon keresztül Kína, az igazi rivális, az igazi kihívó a világhatalomra. Úgyhogy, és ugye az nem véletlen, hogy azt megelőzte elég, ezt úgy mondják angolul, hogy tupi volt, tehát irányt váltani Ázsia felé, Kína felé, és a pivot. Na most, és hát három szinten folyik, mert ugye a konfliktus van egyrészt globális szinten, ez a globális szint, van egy középszint, szétvágni az Európai Unió és Oroszország tulajdonképpen nagyon kölcsönösen előnyös és szilárd, jól megalapozott gazdasági együttműködését, és a másik pedig, hogy ketté hasítani, meg Ukrajnán belül is egy nagy kulturális törésvonal halad, és ott is tulajdonképpen létrehozni
egy olyan belső konfliktust. De hát a nyugatnak a tisztességtelensége az abban nyilvánul meg, hogy a naívnak bizonyult Gorbacsovot teljes mértékben átverték, amikor azt ígérték neki, hogy a NATO egy incset se, egy új nyit se fog keletre menni. Csak menjen ki Kelet-Németországból is, és ne független Németország legyen, hanem egy olyan Németország, amely a Egyesült Németország, amely a NATO-hoz tartozik. És a NATO-ról tudni kell, hogy a NATO már réges-rég nem védelmi szervezet, mert ki ellen védekezik. Tulajdonképpen az lett volna a becsületes dolog, a Varsói szerződés is felbomlik, meg a NATO is. Hát ezek egymást ellensúlyozták. A Varsói szerződés felbomlott, a NATO meg átalakult, tulajdonképpen egy olyan, a pénzhatalmi világelitnek egy globális fegyveres testületét, amely nem volt védve a terrorizmus ellen borult terror, hanem maga az egyik okozója a világban lévő és folyamatban lévő háborúknak, és ezek közül bizony nem egy nagyon is terrorista jellegű erőszaknak minősíthető. Tehát ilyen körülmények között most én is fűzök hozzá a magyar megjegyzéseket. Akkor, amikor egyértelműen a pénzhatalmi elvét, tehát hangsúlyozom, a legnagyobb pofátlansággal, a nemzeti szuverenitás, vagyis a közérdeket szolgáló közhatalomnak az utolsó mozgásterét is ki akarja magának ellenszolgáltatás nélkül, arról semmi szó nincs, hogy mit adnának cserébe a multik. Át akarja venni, akkor nagyon súlyos magyar érdekek forognak kockán, mert az a maradék kis szuverenitás is, a szuverenitásnak azok a maradék morzsái is elvesznek, amelyek még rendelkezésükre állnak. Tehát itt egy nagyon, és mi a gyalázat? Az a gyalázat, hogy amikor minden embert érintő rendkívül fontos kérdésről van szó, amely érinti a munkabérektől kezdve az, hogy mit teszünk, az, hogy milyen a gyógyszereket, mindent érint, a környezetvédelmet, akkor minden le van titkosítva. Maximál nem lehet megkapni semmilyen, se Brüsszelből, se a magyar külügyből, sehonnan nem lehet megkapni az elkészült tervezeteket. És a tervezeteket tehát a szervezet magánhatalom és a transznacionális korporációk, legyenek pénzügyiek vagy más természetűek, emberei készítik. A közhatalom nem is készít tervezeteket, hanem mindig reagál a pofátlan követelésekre. És hát azért van letitkosítva, mert ha ezt megtudnák az emberek, na akkor nem ennyien. És nem ezek, tehát nem az elbutított birkák mennének az utcára, akik bégetve mennek tüntetni a saját érdekeikkel, hanem akkor a társadalomnak az értelmes része mennek ki az utcára. Tehát nem ez az elbutított része. Úgyhogy itt nagyon lényeges kérdésekről van szó, és én nagyon köszönöm Lászlónak, hogy ezt a témát hát kézbe vette, de én azt mondom, hogy ezt folytatni kellene, mert ugyanis ezek a tárgyalások még folynak, csak a legnagyobb titokban. És igenis ezeket a kérdéseket kellene kivinni az utcára. Mert a leggyalázatosabb korrupció itt van. Amikor arról beszélnek, hogy maffia állam, mert az állam, a koncentrált államhatalom tudja zsarolni az embereket, és ez korrupció. De amikor a szervezet magánhatalom csúcsán folyik egy ilyen pofátlan zsarolás, amikor eleve a szabályozókat úgy szabályozzák, hogy azok egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy akár a legkisebb mértékben is, akiket érintenek a döntések, beleszóljanak azokba a döntésekbe, amely az ő életüket ér. És ez a legálnokabb, mert el van rejtve
a szabályozók szabályozásába, amely aztán automatizmus lesz, ami ellen aztán már nem lehet mit csinálni. Mert hiszen ez azért Magyarországon bizonyos, akik így van, mert ugye pont a Hossó Andrea volt, aki ezt már többször kiszámolta és le is tett az asztalra, hogy az Európai Unió által Magyarországra rákényszerített gazdasági és pénzügyi struktúra az oka annak, hogy Magyarországról a nemzeti jövedelem 30%-a minden évben kimegy a centrum országoknak a pénzügyi és multinacionális korporációinak a zsebébe. Vagyis tulajdonképpen úgy uralkodik rajtunk ez a pénzuralmi világelit, hogy nem is kell, hogy ide jöjjön a Magyarország, neki csak azt kell elérnie, hogy nehogy olyan kormányzat legyen, amely változtat ezen a struktúrán. És lehetőleg úgy kell beszabályozni a kizárólag az ő érdekeit szolgáló Európai Uniós struktúrákat, hogy azok ne engedjék meg, hogy a tagállamok azok a maradék szuverenitásokra támaszkodva tudjanak változtatni. És ha nem nincs változtatás, akkor a szivattyúk be vannak állítva, és automatikusan megy, és ugye mit kapunk érte cserébe, azt az 1%-ot, amiről viszont állandóan zeng a tömegtájékoztatás, mert ugyanis az Európai Uniótól kapott támogatás, az a nemzeti össztermék 1%-a, de minden évben elmegy a vissza. Tehát amikor a szegénység ellen mennek a demagók lázítások, bizony ezt kellene elmondani, hogy az ország kifosztását nem ez a kormányzat kezdte, hanem akkor, amikor megcsinálták a gyalázatos spontán, tehát a társasági törvénnyel a spontán privatizációt, és a Tax Justice Network kimutatta, ezek szakemberek voltak, svájci szakemberek, kimutatták, hogy kiment az országból az tehát 2010-től visszafelé számított 25 év alatt, kiment 242 milliárd dollár. Offshore-olták. Miből ment ki? Ez a szegénység oka. Meg az a szegénység oka, amit már x-szer elmondtam, hogy fölvettünk mindössze úgy 5 milliárdot 73-tól 89-ig, hogy 1 milliárd jött be az országba az 5-ből, és mégis maradt, kifizettünk rá 11 milliárd dollár kamatot, 89-ig, és maradt még 22 milliárd. Na hát, ezek a pénzügyi struktúrák a korrupció melegágyai. És hogy lehet korrupció ellen tüntetni, ha nem mondom meg, hogy az semmi egyéb, mint amikor a szervezet, magánhatalom, a pénzügyi vagyoni túlcsúlyát a korrupció legváltozatosabb technikáival konvertálja át politikai döntések. Ez a korrupció. Erről nincs szó. Hanem mindig huszadrangú kérdésekről van szó. Amikor a süllyed a hajó, azon vitatkoznak, hogy az ebédlőbe melyik asztal terítsék meg először. Tehát értelmetlenség az egész, és a birkák, akik mennek tüntetni, nem tudják, hogy ők birkák. Úgyhogy ezt fűztem hozzá azzal, hogy még van lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek. Jelenleg, illetve akik szeretnék pár gondolatot kérni, készíteni az itt elhangzottakat, akkor átadjuk a terepet. Tessék! Igen, erről én is tudok, és végeredményben ez Európának jó. Ez Európának jó, mert akárhogy is vesszük, Európa még legalább 20-25 évig rá van utalva az oroszországi erőforrásokra, tehát energiahordozókra, és
és minél több helyről van, amikor a pénzhatalmi világelit eltervezte, hogy Ukrajnát lekapcsolja arról az Oroszországról, amely ezt a működésképtelen államot 2006 óta úgy tartotta el, hogy adott neki lényegében a visszakapás reménye nélkül 35 milliárd dollár. Ő tartotta el, mert már rég összeomlott. Mert a saját oligarchái úgy kirabolták, hogy az államnak már nincs annyi jövedelme, hogy eleget tudjon tenni a közhatalmi kötelezettségeknek. Nyugdíjakat tudjon fizetni, és így tovább. Egészségügyet, iskolaügyet finanszírozza, a hadsereget, közbiztonság, nincs rá pénze. De úgy gondolták, hogy mi lekapcsoljuk Oroszországgal való szövetségről, vagy együttműködésről ezt az országot, de azért tartsák el az oroszok. Mert ahhoz, hogy az Európai Unióhoz csatlakozhasson Ukrajna, ahhoz az Európai Uniónak minden évben bele kell tenni 25 milliárd dollárt. Kész. Ha ezt nem teszi bele, akkor Ukrajna működésképtelen. De ezt nem akarja. Ukrajna tartozzon hozzánk, de tartsák el az oroszok. Szóval teljesen hülyének nézik az oroszok. Én nem akarok azt mondani, hogy az oroszok szentek, de hát mindenkinek joga van tisztességes eszközökkel a jogos érdekeit védelmezni. Úgyhogy ezt tudom erre mondani. Az, hogy az megépül, azt én nagyon helyeslem. Mert ha nem megy a Bulgárián keresztül, ki állította le az Európai Unió? Amely most próbálja befeketíteni, hogy ez a Putyin egy megbízhatatlan szószegőse. Hát ki akadályozta meg? Ki? Varga Istvány. Igen, volt egy ilyen, igen. Thank you.
kérdezni először a Rubel. Valóban, hát lényegében három kérdezni rúgálunk egyetlenül. A programra akkor volt ugye ez a stabilis Rubel, és volt a konvertibilis. És ez így, és a Rubelnek mind a három relációban kicsit változik az értéke. Ezért ez működik. Na most, ami a BRICS országokat érint. A BRICS országok bizonyos fokig autonóm önmozgást követnek, mert bárterrel bonyolítják a kereskedelmet, és ahol a bárter nem fedezi az ellentételt, ott fizikai rúdaranyjal pótolják. Tehát ez bármilyen manipuláció folyik most, ugye, bár az, hogy így zuhannak az árak, ez nyilván amerikai Szaúd-Arábia kötött egy dílt különböző érdekek alapján, azért, hogy így is gyengítsék Oroszországot. Tehát Oroszországnak a költségvetése nem bírja el ezt az alacsony energiahordozó árat, tehát kőolaj, földgáz, mert a kettő azért össze van kapcsolva. És igen, már most problémák vannak, hogy egy sor olyan költségvetési tételt le kellett állítani, tehát alaposan át kell, már megindult az orosz költségvetésnek az alapos átdolgozása, mert igen, ezt már nagyon súlyosan érzi az orosz állam, és arról nem is beszélve, hogy ugye el kell tartani a Dél-Kelet-Ukrajna több millió lakosát, akinek a Kijev már nem fizet nyugdíjat, nem fizeti a egészségügyi költségeket, nem fizeti a iskola, stb. Szóval, tehát egyáltalán semmilyen pénzt nem költ rá, hadsereget küld oda, hogy bombázzák, mert az igazi cél most már az, hogy etnik cleansing, tehát etnikai tisztogatás keretében minél több orosz lakost onnan elűzni, menjenek át Oroszországba, jöjjenek Nyugat-Ukrajnából olyanok, akik elfogadják ezt a pucsista kormányzatot, és akkor már remélhetik azt, hogy az itteni maradék szavazó polgárok is a megtisztogatott Dél-Kelet-Ukrajnában majd a kijevi pucsista rendszerre fog szavazni. Van egy ilyen elképzelés is. Most rátérve az európai dologra. Az, hogy akarja az európai, tehát a pénzhatalmi világ elit létre akarja hozni ezt a szuper transzatlanti szabadkereskedelmi zónát, szabadkereskedelmi övezetet lényegében egyesíteni akarja Észak-Amerikát és Európát. Ebbe az is benne van, hogy ha ezt sikerül neki megtenni, akkor föl tudja vásárolni azt a fizikai vagyont, meg azokat a felvásárolható tulajdonképpen funkciókat, mert bizonyos funkciók is piacképesek, mert sok pénzt lehet vele csinálni. Tehát ide jön, és amikor a dollár lényegében átveszi a szerepet, vagy átveszi a hegemóniát az euró felett, akkor mindazt, ami még Európában van, mert ugye megint kapcsolódik ahhoz, hogy a 2007-ben, 2008-ban átnyomtak ide úgynevezett mérgezett értékpapírokat, toxic assets, 5075 milliárd euró értékben. És ezekkel teljes mértékben eladósították az európai pénzrendszert, amit az átterheltek a kormányokra, mert a kormányok siettek közpénzből, fedezett adópénzből, nyakik eladósodva
ezeknek a bankoknak a megmentésére. Na most, de azért Európának óriási vagyona van, fizikai vagyontárgya, és ebben minden beletartozik, tehát ebben beletartoznak a közművek, a kikötők, a szigetek, szóval itt rengeteg minden beletartozik, és ezt levegőből előállított dollárral föl lehet vásárolni, ugyanennek a pénzhatalmi világ elitre. Akkor, hogyha létrehozzák ezt a, mert amit mondanak, hogy akkor kisebbek lesznek a vámok, mert a vámok már olyan nevetségesen kicsi, hogy nincs jelentősége. Az igazi jelentősége ezeknek a ki nem mondott céloknak van. És akkor most én is szeretnék reagálni még. Jelenleg a dollárt két dolog tartja fenn. Egyrészt a bankközi elszámolások dollárban történtek világszerte, illetve az olaj ára, illetve az olajkereskedelme szintén dollárhoz volt kötve, egészen addig, amíg Putyin orosz elnök be nem vezette ugye a BRICS országok, illetve az Eurázsiai Unió országai között az egymás devizájában való elszámolást. Tehát a dollárt kinyomva az egymás közötti kereskedelemből. Ez tulajdonképpen a kés döfés a dollár szívébe, ha lehet ilyet mondani, és ez az, ami megáshatja hosszú távon a dollár bedőlését, illetve a sírját, Még mielőtt bedőlne, ennek az országnak mindenképpen meg kell szerezni Európát, mint pénzügyi gyarmatot, és szeretnék most a Világbank egyik volt jogászára, Karen Hudes, ugye úgy kell? Karen Hudes, igen. Hudesre utalni. Egy hölgy, aki a Világbanknak volt 20 éven át a jogásza, jogtanácsosa. Aki a legújabb interjúja alapján azt mondta, hogy körülbelül 2015 február-márciusa az az időpont, amíg még ez a jelenlegi állapot fenntartható. Tehát körülbelül ennyi ideje van az amerikai kormánynak a pénzügyi politikáját véghez vinni Európában. Amennyiben ez nem sikerül, várható az, hogy még az is várható, hogy a dollár hamarabb fog bedőlni, mint az euró. Tehát ők lépéskényszerben vannak, és ezért láthatjuk az utóbbi néhány hónap erős politikai, katonai aktivitását, illetve titkosszolgálati aktivitását az Egyesült Államoknak. Ennyit szerettem volna még én is hozzáfűzni. Igen, tessék, professzor úr. Korlátlanul. János azt mondta, hogy ki nem mondott, de ezt akartam megkérdezni, hogy ez egy kikövetkeztetett cél, vagy pedig ezek szerint nincs kimondva, de következik az előkészül. János, te akarsz válaszolni? Hát én te is válaszolj. Én annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy azok a kiszivárgások, amelyek mégiscsak kiszivárogtak, és azok a leblokkolt tervezetek, amelyek ma már nem érvényesek, de azért arra jók, hogy elárulják, hogy miről folytak a tárgyalások. Mert minden szigorúan titokba folyik. Hát ez a gyalázat, hát ez, ha valami közügy, akkor ennek közügynek kellene lenni. És igenis, mivel mindenki érint, de le van titkosítva. Tehát egy óriási visszaélés folyik tulajdonképpen a titkosítással. Mégis elmondom, hogy honnan lehet tudni. Van egy szövetség Seattle-be, tudsz róla? Nem. Amely több
tudományos kutató csoportot egyesített, és ezek keményen dolgoztak azon, hogy felmérjék, hogy miről van szó, és ezt nemrég nyilvánosságra hozták. El lehet olvasni az interneten. Részben itt is van belőle. Nem a teljes szöveg, itt csak ilyen kis, mert ez egy elég hosszú szöveg. Tehát nem álcivilik, mert ugye tele vagyunk álcivil mozgalmakkal, hanem vannak valódi civilek is. De valódi civilek, tegyük hozzá, hogy csak ott vannak, ahol azért viszonylag magasabb egy picit az életszínvonal, mint itt. Mert itt igazi civilek nem tudnak eltartani egy civil szervezetet. Vagy az állam tartja el, vagy a szervezet magáhatalom ilyen-olyan struktúrája tartja el. És ezek álcivil szervezetek. De Amerikában, meg Kanadában még vannak igazi civil szervezetek, amelyek önmagukat finanszírozzák is el. És ezek tették, illetve hát hónapokig dolgoztak rajta, és föltették az internetre. És ennek következtében sok millió embert megmozgattak vele. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés. És ezt le kellene valahogy állítani. Ezt egyszerűen meg kellene akadályozni, hogy ez a szabadkereskedelmi zóna létrejöjjön. Észak-Amerika és Európa között. De mondom, az igazi problémát az okozza. Ezért nem akarták, amikor ugye felbomlott a második világháború után kialakult többé-kevésbé tartós egyensúly, akkor a NATO-nak is fel kellett volna bomlania, nem csak azének, nem csak a Varsói Szerződésnek. De azért nem bomlott fel, mert ha fölbomlik, akkor Amerika és az Amerikát birtokló pénzhatalmi világelit elveszíti a kontrollt Európa felett. Tehát nem engedték meg, hogy Európának saját hadereje legyen. De Gaulle próbálkozott. De ő is csak annyit tudott elérni, hogy felfüggesztette a tagság, nem lépett ki, csak fel, aztán most már ugye teljes mértékben visszalépett. Tehát lényegében Európának nincs saját hadserege. Ha nincs saját hadserege, akkor nincs saját külpolitikája, nem lehet saját akarata, és ezért tulajdonképpen Németország véleményem szerint nehéz helyzetben van, mert ez az a bizonyos helyzet, amikor sie müssen Farbe bekennen. Szint kell vallaniuk. Szint kell vallaniuk, hogy a pénzhatalmi világelitnek a szervilis talpnyalói, vagy pedig még képesek valamit önállóan, mert ugyanis német érdeket egyáltalán nem szolgál. Ez az Oroszország ellen felépített konfliktus, hogy hirtelen a világ egy év alatt odáig átalakult, hogy egy békés világból a háború, a nukleáris háború közvetlen közelébe sodródott. És hadd mondjak el, most a napokban volt egy rendezvény, amin Európai Uniós parlamenti képviselők baloldaliak vettek részt. Baloldaliak. És volt közöttük egy olyan Európai Unióban, három panel ment egymás után, a negyedik panelben volt egy olyan Európai Uniós képviselő, aki már hetedszer képviseli Ausztriát az Európai Unióban. Hát nem egyedül, de ő már hetedszer. És mivel ott ült előttem az izraeli nagykövet, úgy gondoltam, hogy nem teszem fel azt a kérdést, amit fel akartam tenni. Nem akartam kellemetlenkedni a rendezőknek. Ezért, amikor vége volt az egésznek, oda mentem ez a német, tehát osztrák Európai Uniós képviselőhöz, és mondtam, hogy ezt elmondtam, hogy nem akartam föltenni, de itt négy szem közt megkérdezem öntől. Miért volt szükség a németünk kérdezni? Miért volt szükség arra, hogy a NATO folyamatosan drang nach Osten, nyomult előre. Miért volt erre szükség? Mire azt válaszolta, hogy ez érdekes módon angolul válaszolta.
This was a terrible mistake. Egy szörnyű hiba volt. Ezt válaszoltam. Jó. This was a terrible mistake. Akkor szeretnék én is válaszolni. Következik egyértelműen, hogy mi az angol neve ennek a megállapodásnak. Transatlantic Trade and Investment Partnership. Tehát investment. Mindenki arra koncentrál, hogy esetleg itt, ami különben nagyon fontos, hogy környezetvédelmi problémák lennek, GMO élelmiszer kerül az asztalunkra. Ez a gumicsont, amin mindenki nagyon hosszú ideig valószínűleg még rágódni fog. De a lényeg nem ez, hanem az, hogy gyakorlatilag az egymás pénzpiacaihoz való korlátlan és surlódásmentes hozzáférést megteremtse. Ez benne van, az a különben teljesen nyilvános, ennek a szövege, hozzá lehet férni. A probléma csak egy. A mi oldalunkról, az Európai Unió oldaláról ezt egy olyan bizottság köti, akit senki sem választott meg. Nem az Európai Parlamenttel, ami még úgy, ahogy valamennyire legitim, hanem egy olyan bizottság által, vagy olyan bizottság készíti ennek a szövegét, tervezetét, amire az Európai Unió országoknak gyakorlatilag semmilyen hatása nincsen. Tehát a hátunk mögött, a fejünk fölött kötik meg a mi nevünkben ezt a szerződést. Tehát felfoghatjuk ezt, hogy ez egy pénzügyi, elkövetkezendő pénzügyi diktatúrának, gyarmatosításnak az első lépése. És nagyon remélem, hogy ilyen formában ez nem lesz megkötve. Igen? Igen, tessék parancsolni. Mivel minden mindennel összefügg, valóban ez is kapcsolódik az előadás témája, az igen, hogy az utóbbi 4 évben a Council on Foreign Relations-ben, tehát a külkapcsolatok tanácsa az egyik legfontosabb, a pénzhatalmi világelitnek az egyik legfontosabb ilyen szervezete, stratégiát kidolgozó szervezete, lefolytattak egy nagyon komoly vitát a folyóiratukban, Foreign Affairs-ben, aminek az lett a végeredményben, hogy ma már ez a kölcsönös elrettentés, tehát a Mutual Assured Destruction, a MED, ugye, ez ma már nem érvényes, mert meg lehet nyerni a nukleáris háborút. Ez arra van szükség, hogy Oroszországot körül kell keríteni, és a tulajdonképpen a világűrből egy olyan megelőző csapást kell mérni, ahol lényegében elítézik a kulcs támaszpontokat, fegyverraktárakat, és ha maga marad mégis egy pár, ami működőképes, és elindulna Nyugat-Európa felé, vagy Amerika felé, azt ezek a rakéta elhárító rendszerek elkapják. Tehát meg lehet, úgy mondják, hogy window opportunity. Azt is kiszámolták, hogy ezt meg lehet csinálni, mert Oroszországban körülbelül elpusztulna 20 millió ember, Európában 15 millió, Amerika ehhez képest minimális veszteséggel
megúsztál, tehát megnyerhető a háború. Erre rengeteg dokumentum olvasható, és nem akármilyen, akármilyen dokumentumok, tehát nem összeesküvési elméletben belepistult ilyen-olyan, mit tudom én mi, hanem komoly kutatók által, komoly katonai szakértők által írt, illetve megbírált, felülvizsgált dokumentumokból mondtam azt, amit én most mondtam. Az Egyesült Államok katonai költségvetése egyedül önmagában több, mint az egész világ, maradék világ együttvéve. Oroszország körülbelül egy tizedét tudja csak katonai eszközökre fordítani, mint az Egyesült Államok. Ebből a szempontból nézve olyan óriási az Egyesült Államok hadseregének, illetve a NATO-nak a fölénye, hogy komolyan gondolkodnak egy valós háború, egy akár nukleáris eszközökkel végbevitt háborúnak az elkezdésén. Ez valóban így van. Tehát ha úgy tetszik, a harmadik világháború akár küszöbön is állhatunk. Én nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Mert ugyanis mi pont az ütköző zónán vagyunk. De vannak meglepetések, csak egy meglepetést mondok, hogy ugye már a Krimfélszigeti nem nevezném konfliktusnak, mert az egy békes, egy sebesültem volt. De minden. Szóval már a feszültség létezett, tehát idéről van szó, és az egyik legkorszerűbb amerikai harci repülőgépeket, helikoptereket, a legmodernebb elektronikai berendezésekkel szépen megközelítette Krimfélszigetet. És erre föl megjelent egy fegyvertelen orosz gép. Tehát nem volt rajta fegyver. Körülbelül kétszer átrepülte ezt a szupermodern amerikai hadihajót, és utána a hajó összes elektronikai rendszere működésképtelené vált. Gép el is ment. Ennyit. A hajó alig tudott visszamenni Romániába, a román kikötőbe. Úgyhogy azért vannak még meglepetések. És azóta is találgatják, hogy ez most mi volt. Minden esetre a hajó legénységéből igen sokan kérték a leszereléseket. Ez viszont tény. 35. Nem utána még egy kanadai hadihajó. Igen. Szóval vannak még meglepetések. És arról ne beszéljünk, hogy Kína sem ül ölbetett kézzel. Már nem megy arra, nincsenek ilyen extra-ultra-hiper-szuper repülőgép anyahajók, stb. De viszont vannak olyan fegyvereik, hogy fölmennek a világűrbe, és meg tudják semmisíteni azokat a műholdakat, amelyek nélkül nincs GPS, nincs semmi. Amelyek nélkül ezek a járművek működésképtelenek. Úgyhogy Kína, ennek ellenére a kínai dokumentumokban, mert hogy olyanok is vannak. Az van leírva, hogy Kína nagyon szeretne még nem háborúzni, még neki kell 20-25 év, hogy biztosan győzzön. De azért abból indulnak ki, igen, azzal kezdik, nem akárkik írták, a legfelső katonai vezetők, hogy Kína tisztában van vele, hogy az Egyesült Államokkal találkoznia kell a keskeny úton. Ami ugye azt jelenti, hogy valamelyik lelöki az a keskeny útról a másikat. És azért ők már nem úgy gondolkodnak, mert a Mao Tse-tung úgy gondolkodott, hogy legyen atomháború. A
Azért megélnek a kínaiabból, akkor volt ugye 1000 millió, most már 1500 millió van. Megöl 300 milliót, mi is amerikaiak közül megülünk 150-200 milliót, akkor ki fog győzni? De ezt mondta Mao Tse-tung, de ezek a kínaiak nem így gondolkodnak. Ezek azt mondják, hogy várni kell, ha lehet, Kína erősödjön, és akkor biztos nem. Akkor van még két kérdés. Ott volt először, tehát második. Tessék. Most kezd Dél-Amerika kijönni az Egyesült Államok szorításából, és erre ők létrehoztak egy szervezetet egymás közt, és most már együtt közösen lépnek fel a nagyon nagy túlsúlyban levő Egyesült Államok kormánya, illetve gazdasági hatalma ellen. Tehát ők össze, épp úgy, mint amit én az előbb ajánlottam a V4-jel, a Visegrádi négyekkel kapcsolatban, ők ezt már megtették. Tehát ők már egy picit tovább vannak, és ők már kezdik magukról lerázni. Eddig ők valójában tényleg egy pénzügyi gyarmat voltak, de úgy tűnik, most kezdenek ebből kitörni. Ugye a BRICS, mint rövidítés, akronim, azt jelenti, ugye, hogy Brazília, Russia, ugye benne van, tehát India, Kína és így tovább, Dél-Afrika. Ezek az országok már összefogtak. Én ebben látom különben gazdaságilag, tehát most katonailag nem vagyok egy, nem tudom annyira mélyen, nem tudom megítélni, nem vagyok egy katonai szakértő, de azt tudom, hogy mindig ez a háttérhatalom, ha nem ért el a célját, mindig valahol háborút gerjesztett. Az volt a végső, mert háborúban az emberek fegyelmezhetők, az emberek vállalják az áldozatokat, az összes adósságtól meg lehet szabadulni, így, stb. Tehát a háború mindig jó megoldás volt, de eddig nem volt nukleáris fegyver. Tehát azért ez egy új, mert azért hiába döntöttek úgy a nagy okosok, hogy a nukleáris háború megnyerhető, azért maradt egy kérdés, hogy és mi lesz a nukleáris felhőkkel. Mert ha rengeteg nukleáris robbanóanyagot, meg fegyvert megsemmisítek, rengeteg nukleáris felhő lesz. És ha az elindul mondjuk az Urálból, nem fog megállni mondjuk a lengyel-orosz határon, mert ugye nem lépi, egy rendes felhő nem lépi át a határon. Tehát szó sincs erről. Tehát az, hogy az egész világ nukleáris fertőzése mehet át, hogy kialakul a nukleáris tér, vagyis a sűrű gombák elfedik a napot, nem működik a mezőgazdaság. Éjjjjj, stb. Azért ezek nem olyan dolgok, amelyeket el lehet dönteni egy Council on Foreign Relations-ben folytatott 4 éves vitán, még ha akármilyen okos emberek is vitatkoztatottak. Tehát ez egy nagyon... Tessék valamit! Teljesen igaz. Na most Latin-Amerikára vonatkoztattam még azt, hogy igen, Brazília az már irányt vett tulajdonképpen ugye a BRICS-en. De hát azért ott van Venezuela is, hiába csinálják a narancsos meg a színes lázadásokat, az még egyelőre nem sikerült, mert ott a nép megizlelte azt, hogy milyen, amikor a venezuelai kőolajból ő is kap egy borsát. Ugye? Argentinában pedig a leggyalázatosabb módon most megint pénzügyi válságot akartak kirobbantani.
de végül is azért nem megy, mert Argentina tartja magát azokhoz a korábbi megállapodás, egy külön téma lenne elmondani, hogy milyen trükket tartalmaztak. De tartja magát ahhoz, hogy nem fogadja el azt a bírósági döntést, hogy ő neki visszamenőleg nem tudom, miket kellene utólag kifizetni, amiben már született nemzetközi jogilag elismert megállapodás, hogy nem. Tehát te ismered ennek a részleteit? Persze. Hát akkor persze, ezt mondd el, hogy Argentinában mi van. Egy gyalázatos eszközhöz nyúltak. Igen, ugyanis egy amerikai, már rossz szót használok, az Egyesült Államokban egy bíróság előtt, tehát amelyik nem is kompetens ebben az ügyben, perelték be egy befektetési alap az argentin államot, amelyik elmarasztalta. De most Argentina ezt a bírósági döntést nem ismerte el, amit János barátom is említett az előbb, és így sikerült kicsúsznia ebből a hurokból, de hasonló trükkök százai jöhetnek még, tehát abban biztos vagyok, hogy valahogy ez a sötét háttérhatalmi magánhatalom, vagy háttérhatalom, szervezet ez megfogja... Magánhatalom, én így mondom. Így van, szervezett magánhatalom meg fogja próbálni másképp is az országokat pénzügyileg legalábbis maga alá gyűrni. Hát, ja, még ott van, ez az utolsó, a bőrgy az utolsó. $500 millió. Most ugye 7 milliárdan vagyunk, és 500 millió marad. Na most kérem szépen, van egy ilyen jelentés, aminek az a neve, hogy Report from the Iron Mountain. Tehát jelentés a Vashegyről. Ez lényegében ott van, ahol a West Point Amerika legrégibb és legtekintélyesebb katonatiszti akadémiája van a Hudson partján, Upstate New York. Na most, ezt ott készült ez a jelentés 40 évvel ezelőtt. Én a teljes szövegét a Uzsora civilizáció című könyvnek azt hiszem az első kötetébe beletettem. A teljes szövegét. Itt arról van szó, hogy pontosan kidolgozták, hogy amikor bevezetik az ő általuk kidolgozott új világrendet, amelyet egy központból irányítanak ők a pénzhatalmi világelit, hogy akkor többek között hogyan kell az embereket teljesen demoralizálni, megtéveszteni, például, hogy olyan programokat kell beindítani, amelyektől az emberek, hogy jönnek a földön túliak, meg jönnek a reptilián, tehát a hüllők, akik már itt vannak, és valahol a jéghegyek alatt egy birodalom működik, stb. Minden, és akkor az UFO-k és az egyebek, szóval minden olyasmi, amivel az embereket hülyíteni lehet. Ez a hülyítés egyik változata. De ebben a programban az összes többi ott van, hogy reális veszélyként lehet meghirdetni az embereknek, ugye ez az a földön túlak. A másik, hogy a környezetet. A harmadik, hogy egy üstökös jön és szétrobban, stb. Mert a dolog lényeg az, hogy egyrészt az embereknek
az embereket bizonytalanná tegyék, zavarodottá tegyék, meggyengítsék őket, másrészt föl tudják ajánlani, hogy az egész világ egy űrhajóban ül, és mi vagyunk azok, egyedül mi, akik tudunk a földön üljekkel megfelelő módon tárgyalogni, egyezkedni. Szóval kidolgoztak az emberek hülyítésére nagyon komoly programokat, és ez csak az egyik. Mert ugyanebben a könyvben én egy másikat is ismertem, amelynek más címe van. És az még, az tulajdonképpen még inkább. És azóta is gyártják ezeket a programokat. Tehát itt tudatosan folyik az dezinformációval az embereket megtévesztése, hogy gyöngítsék a cselekvőképességüket. Az Ellen Áber egy olyan ember, aki higgadtan, józanul tud gondolkodni, akit nem lehet mindenféle UFO meg egyéb marhasággal meghűteni. Én kijelentem, hogy marhaság. Nem az a marhaság, hogy voltak a németeknek olyan kísérleteik, hogy fölrepülni helyből, stb. Ezek voltak. De az egész UFO kultúra, amit képítettek, az úgy, ahogy van, én marhaságnak tartom. Az emberek hülyítésére. Én amikor New York-i tudósítója voltam a Szabad Európa Rádiónak, engem felkértek, hogy készítsek erről műsor. Nem szívesen, de végig mentem, még az ENSZ-be is elmentem, mert kiderült, hogy még az ENSZ-nek is van egy ilyen részlege. És én meggyőződtem, hogy minden UFO jelenség úgy van, ahogy mondják. Csak azt nem teszik hozzá, hogy ezt is emberek csinálják a többi ember hülyítésére. Azt már nem teszik hozzá. Tehát én nem azt mondom, hogy nincsenek UFO jelenségek. Vannak. Csak azt is emberek gyártják. Ilyen, olyan, amolyan célból. Eltelt az idő. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Két hét múlva az őszi, mondjuk így, hogy szemeszter utolsó előadására kerül sor, és azt én fogom megtartani, és annak hát tulajdonképpen az lesz a címe, hogy hogyan maradhat fenn a magyar nemzet a pénzhatalomnak a nyomása ellenére. Tehát a magyar jövőről szeretnék beszélni, mert én azért bízok ebben a magyar jövőben. Ezt fogjuk szemügyre venni. Tehát, hogy hogyan is alakul a magyar nemzetnek várhatóan a sorsa, attól függően, hogy ő is hogyan veszi kézbe a saját sorsát. Úgyhogy két hét múlva ugyanitt, ugyanebben a teremben, ugyanebben az időpontban. Igen. Igen. És jó államoknak is kell egy 20 év ahhoz, hogy totális magát.